Rövid, frappáns gyermekeknek szóló szövegkönyv alapján formálódik a Móri Zsigmond Színház legújabbja. A művésztúdióban a Sárkányölő Krisztiánt próbálják, Dézsi Darinka, Iés Ákos, Rák Zoltán és Kosik Anita játszik majd a gyermekeknek szóló új darabban. A Sárkányölő Krisztián rendezője Bal József egy vándormesét visz színpadra, a cél egy interaktív előadás megvalósítása, miközben a hős az elrabolt királylányt próbálja kiszabadítani a Sárkány Marka közül. Ez egy beavató előadás, olyan értelemben, hogy fölkerül egy emberke a színpadra, és egyszerűen a színpad díszletei között különböző színészi feladatokat hajt végre. Tehát nem úgy interaktív, hogy ez egy oda-vissza csatolásos dolog, hanem kiegészülünk egy civil szereplővel. De azért az interaktivitás megvan, hiszen folyamatos a kapcsolat, a kommunikáció, a közönség és a színészek, illetve a színpadon levő gyerek között. A szerdai olvasópróba után ma tartották az első próbát a művész stúdióban. A négy színész a darabbal együtt formálódik, a történet még alakul, a kivitelezés pedig a rendező elképzeléseihez és a mesejáték szövegében rejlő humorhoz idomul. Teljes mértékben biztos nem vagyok abban, hogy mit fogok játszani, ugyanis még találjuk ki, hogy pontosan hogy lenne a legideálisabb, hogy most akkor van benne például törpe, vagy regős, tehát regős az mindannyian leszünk. Regős János, ő egy ilyen tulajdonképpen narrátor, tehát aki elmeséli, hogy mi történik, aki be fogja vonni a gyerekeket. Törpe nagyon valószínű, hogy leszek, ami például egy nagyon-nagyon érdekes szituáció, ugyanis azt nem csak egyedül fogom megoldani, azt, hogy én kicsi legyek, tehát valószínűleg egy paraván segítségével úgy kis kezet, kis lábat fogunk megalkotni, az egy ilyen vicces helyzetnek ígérkezik, bár nagyon-nagyon nehéznek. A próba közben az is felvetődött, hogy nem is biztos, hogy megölik a címszereplő sárkányt, de konkrétum csak a Sárkányölő Krisztián április 14-i bemutatója után derül ki.